Szeretettel köszöntök mindenkit a 15. éves Deák Ferenc Akadémia második jubilőm előadásán. Üdvözöljük dr. Háner Péter urat, a Rubikon intézet főigazgat. Nem kell már őt bemutatni, mert már harmadszor jár nálunk. És nyíregyházi kötődése is van. Ő korábban Pécsi Egyetemen tanszékvezető egyetemi tanár volt, most nyugdíjasként már a Rubikon Intézetnek a főigazgatója. Mai előadásunk, ahogy a múltkor is említettem, úgy született meg, hogy felajánlottam az előadóknak, hogy válasszanak saját maguknak témát. Nem ezt a témát választotta. Tudni kell azt, hogy Háner Péter elsősorban a francia és az amerikai történelem kutatásaiba vetette bele magát. Úgyhogy több témát is ajánlott részünkre erre az előadás sorozatra. A Teák Ferenc Akadémia demokratikus elnöksége úgy döntött, hogy a Napóleont választja, és nem az amerikai történelemből, mert mégiscsak európai politikusról van szó. Úgyhogy fogadják szeretettel dr. Háner Pétert, előadás címe Napóleon. Köszönöm szépen a kedves bemutató szavakat. És azzal kezdeném, hogy 70-es években egy magyar humoristának Feleki Lászlónak megjelent egy nagyon szellemes háromkötetes Napoleon életrajza, amelyben felvetette, hogy több mű látott napvilágot Napóleonról, mint ahány nap eltelt a halála óta. Ez nem, hogy igaz, ez alábecslés volt. Ugyanis mióta a számítógép megjelent, a Napóleon kutató könyvtárosok segítségével kimutatták 2017-ben a Napóleon alapítvány könyvtárosai Franciaországban, pontosították a becslést. Szerintük 1821 óta naponta átlag másfél kötet jelent meg, amelynek címében szerepelt a Napóleon, 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 Napoléone, Bonaparte vagy Buonaparte név. Miért, 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 mi ez a nagy mánia? Már miért van az, hogy mondjuk a viccek szerint az elmegyógyintézetekben intézetekben is a legtöbb beteg Napóleonnak vallja magát? Szóval Miért alakult ez ki pontosan Napóleonról? A válasz erre az, hogy végigis egy fantasztikus pályafutás volt, minden korszak mást és mást lát bele. A hazafias nacionalista 19. század a nemzet hatalmának, a saját nemzetünk hatalmának a kiterjesztését egész Európára. A, a marxista megközelítés az, hogy a polgárság érdekében történő forradalmi tevékenység kiteljesítése. Ez persze abszurdum, mert a francia polgárságnak semmi érdeke nem fűződött Moszkva elfoglalásához és egyáltalán hosszú háborúkhoz. De az igazság az, hogy a mai szemmel nézve is, a, ha az önmegvalósítás szóra gondolunk, akkor Napóleonnak ez nagyon sikerült. Tehát az, hogyha valaki a akaratának aláveti először is a hadsereget, majd az ellenséget, majd a saját hazáját, majd a politikai rendszert megváltoztatja, ahogy neki tetszik, majd egész Európára rákényszeríti a hatalmát, ez azért, ez azért egy önmegvalósításnak nevezhető folyamat. Napolonról mindent megírtak, és mindennek az ellenkezőjét is. A kedvencem az, hogy többen megírták, hogy nem is létezett. Ráadásul még életébe. Ez főleg azért volt, mert 18. Lajos király, a bátya kivégzésétől szám, aki 1814-ben ült róla, az a bátya kivégzésétől 93-tól számolta uralkodásának éveit, tehát így gúnyosan lehet egy cikizni 18. Lajost, hogy hát akkor biztos nem is létezett Napóleon. Mások pedig a különböző filozófiai élvelésbe villogtak. A következő az élvük. Nyilvánvalóan, hogy a győzelmeket a név utalá Bonaparte a hadsereg jó része alatta, a katonák egésze. A Napóleon az a mező oroszlányát jelenti, ez nem egészen igaz, valószínűleg inkább nápolyi embert jelentett a Napóleon név. A vicces elemzők szerint például ez egy nap napmitosz. Napóleon, Apollón istenségnek a mitosza. Szigeten kell föl, Korzikán, szigeten nyugszik le, Szent Ilona szigetén. Ki volt Apolló anyja? Létó istennő Napóleoné? Letícia, evidens. Három nővére volt, a három grácia, a három fivére a négy évszak, és így tovább lehet játszani. Mint napistennek az ereje az orosz hómezőkön tölt meg, és így tovább. Játék, szellemes játék, miért is ne? Na de foglalkozzunk a történelemmel inkább. Na, működik, jó. Ez a szülőháza Napóleonnak. Ezzel 769. augusztus 15-én születik Korzikai Ajácsóban, ekkor már francia állampolgárként, mert Korzikát Franciaország a Korzika Genovához tartozó Genova adósságai fejébe átengedte Korzikát, azt el kellett még foglalni, ő már francia állampolgárként születik. Az ősei állítólag a liguriai, tehát a genovai és a toszkánai határvidéken Szárzána városból költöztek át az 1500-as években Korzikára, azt állították, hogy genovai és toszkán nemességtől származnak, tehát igazi neve az olaszosan az lett volna, hát franci állampolgárként született, olaszosan Napoleone di Buonaparte-úval írta, a nevét a család. A toszkániaiak és a genovaiak kis enklávékat, ilyen kis városállamokat hoztak létre a Korzika part, partvidékén, ami nem jelenti azt, hogy nem kereskedtek volna, vagy üzeteltek volna a belső vidék lakóival, de ezek mégis kicsit önálló elkülönült területek voltak. Az apa az franciásan Charles Bonaparte, de hát természetesen Carlo Bonaparte olaszosan, Jogi tanulmányokat végzett, és viszonylag módos örökségét elpocsékolta, elpazarolta. Harcolt a franciák ellen, majd amikor a franciák meghódították Orzikát, iszonyú jó kérelmezőnek bizonyult. Azonnal elismertette nemességét, és más se tett, mint különböző ösztöndiakat harcolt ki a gyermekei számára. A mama Letícia Ramolino hát itt egy idős hölgy már, és itt már a császárságnak a madame melje, anya assz asszonysága ilyen címet kapott. Ezt olyannyira, olyannyira, hangsúlyozták az ő méltóság teljes vallásos mi volt át, hogy megfeledkeztek a történészek róla, és inkább most vetették fel, hogy mégiscsak fura, hogy mikor mikor Napóleont 9 éves korában elvitték a tengerpadat vagy hajóorszájon, akkor az egész család egy hintón utazott, a fiatal mama pedig a francia kormányzó hintóján külön, majd visszatéréskor a mama még egy-két hetet ott töltött a francia országi kormányzóval. Hát mondhatjuk, hogy ugye ez intellektuális kapcsolat lehetett és beszélgetés. Ugye egy 50-es évekbeli művelt katonatiszt és egy 16-18 éves fiatal korzikai mama között milyen beszélgetés folytatott, ezt nem tudjuk. Maga Napóleon felvetette, bár roppantú tisztelte az anyját, magán beszélgetésbe felvetette, hogy hát a katonai tehetségét nem örökölhette egy ügyvédtől, az apjától ugyebár, és még azt is feltette, hogy talán Kozik a katonai kormányzójától ölkölte, de ez nem stimmel, mert amikor ő fogant, akkor még az illető kormányzó nem volt Korzikán, tehát ez egy legenda. Később a mama méltóság teljes családanyaként nevelte a gyermekeit, és amikor a Második fia a tróna emelkedett akkor is hihetetlen takarékosnak bizonyult, és mik ezt a személyre vetették, akkor azzal válaszolt, hogy neki élére kell állítani a garast, mert bármikor egy egész sereg király és császár szakadhat a nyakába. Általában, amikor dicsőségről volt szó, mindig azt mondtam, hogy csak aztán így maradjon. Bölcs volt. Ö, jó. Napóleon életét azt határozta meg, hogy kilenc éves korában egy egészen idegen környezetbe került, más éghajlat alá, tök, teljesen megdöbbentem, egy hideg téli éjszakán jeget találta a lavójában, és ki is nevették az osztálytársai, nem látott még egyet. Kitett üveget a lavóromba. Ez jelzi, hogy egy más világból érkezett, ahol a jég nem létezett még. Más nyelvet beszéltek, társadalmilag, etnikailag, alsó tekintették, 1778 végétől fél évig az Ottoni kollégiumban, 79 májusától 84 októberig a Brienni katonai kollégium diákja volt, apját 85-ben elvesztette, apját gyomorrák vitt el, és valószínűleg őt is ez viszi el időskorába, és a magányos barátságtalan seldülő, akit kiközösítettek és kinevettek, hát ezek ilyen 19. századi történelmi festmények, az olvasásba menekült, és így alapozta meg rendkívüli műveltségét. Párizsi Katonai Iskolába eltöltött egy évet, 1784-85-ben. Ez a Párizsi Katonai Iskola, ez a Eiffel-Torony mezejének parkjának a másik végén máig is látható. Az az érdekes, hogy mit tanult a katonai iskolába, főleg latin nyelvet, görög nyelvet, angol nyelvet, német nyelvet. Tanult némi fizikát, matematikát, táncot, ö, lovaglást, vívást. És amikor megtudta felnőtt korábban, hogy a porosz iskolákban, katonai iskolák mondjuk taktikát és stratégiát is tanítanak, akkor föl volt háborodva, hogy ő neki ezt miért nem. A korábbi felfogás az volt, hogy a katonatisztek legyenek új emberek. Legyenek új emberek, a tánchoz, a viselkedéshez, a klasszikus történelemhez, hát mindenkinek be kellett magolni az összes császár nevét és a római hősöket. Pl Plutákoszon nőtt fel ez a nemzedék. Aztán amit a hadászattól tudni kell, azt majd a gyakorlatban a csatatéren elsajátítják. Nagyon érdekes, de így volt. Tüzér alhatnagyjá nevezték ki, Valenci majd Oxoni, tehát kisvárosi. Ez nagyon érdekes, fennmaradt egy rajz napolani egyik tankönyvéből, ahol őt gúnyolták az osztálytársai. Ide van, ő, hogy Buonaparte, még akkor ő magát korzikainak te tekintette, nem franciának. Korzikának a hőse az a Pasquale Pauli volt, aki a függetlenségi mozgalmat vezette genovaiak és franciák ellen. És itt azzal csúfolták az osztálytársai, hogy Bonaparte futna Pauli segítségére, de a tanárai visszafogják. Hát ez egy későbbi fantázia kép, ahogy a, ahogy a későbbi nagy hős a rávetül Európa térképére, természetesen. Tudjuk, hogy van a sovány Napollan, meg a kövér Napollan, a sovány Napollanként kezdte meg a pályáját. Ő is ö, szolgálati kötelezettségeinek elegettet, magányosan, szegényen éldegélt, minden pénzét lelkismeretesen. édesanyjának küldte haza, akinek a testvérét kellett felnevelnie, rengeteget olvasott, társasági téren nem kívül ügyetlen volt, ez császár korábban is érezhető volt. 1791-ben a forradalom kitől rengeteg tiszt emigrál, a Francia forradalom nyitja meg az utat Bonaparte előtt, olyan értelemben, hogy nem teszi szükségszerűvé, ami történik, de lehetővé teszi, hogy egy rendkívüli egyéniség rányomja a bélyegét Franciaország történetére. 91-től főhadnagy, 92-től százados, 93-tól zászlóai parancsnok, társaság életbe félénk, ügyetlen, depresszió hajlamos. Följegyzései között az öngyilkosságot sokat emlegette. Hát a Göte Welter könyvének népszerűsége idején ez Európában is elterjedt. És hogy magát kozikainak tekinti, az abból is látszott, hogy rengeteget volt szabadságon. Előbb egy egész évet szabadságon töltött Korzikán, majd négyszer fél-fél évet forradalom kitöltő, azon töltött a fejét, hogy jutott vissza Korzikára. Mindenképpen Paulival, aki visszatérhetett angliai száműzetéséből, Paulival kívánt jóba lenni, de aztán a Bonaparte klán és a Pauli klán összekülönbözött. Pauli úgy érezte, hogy a Bonaparteék apja, az nagyon is kedves volt a franciákhoz, és gyanakodott a Bonaparte fiúkkal. A szakítást Napóleon öccse, Lucien, olaszosan Luigi, Lucien tette teljessé, aki 93-ban följelentette Paulit a Marseille Jakobinus klubba. Ezután rátámadtak a házukra, a családnak el kellett menekülnie Franciaországba, és jó ideig némi jelentős szegénységben éltek. A, a későbbi hercegnők és a későbbi királynék, Napóleon testvére hugai, azok a Marseille kútra jártak mostni sokáig. 93. Franciaország nagy válsága, igaz? Külső háború, belső háború, a nyugat-franciaországi, bocsánat, nyugat parasság ellen van, de minden fonton háború zajlik. Na ezt teszi lehetővé, hogy Napóleon előtérbe kerüljön. A Tuloni ellenforradalmárok Tulon kikötőjét és városát átadták az angol megszálló erőknek, és 1793 végén a fiatal tüzérhadnagy javaslatai alapján foglalják vissza Tulont az angoloktól. ez olyan sikeres volt, hogy Napóleont dandátábornokká léptették elő. Robespierre a forradalmi kormányzat vezető személyiség, a öccse is jelen volt, és a Napóleonnak a Párizsi Nemzetőrség parancsnokságát. Érdekes lett volna a történelem, hogyha Bonaparte védelmezi meg Robespierre bukásának napján, ki tudja, hogy alakul. Jó. Robespierre bukása után azonban az ő csillaga is leáldozott, mert a Robespierre fivérek támogatták. 94 közepén a robespierre a fordulami kormányzat bukása után visszavonják a megbízatását és át akarják helyezni egy tüzélnek ez hatalmas szégyen és gyalázat gyalogsághoz. Ráadásul a nyugat franciaországi palasság ellen harcoló gyalogsághoz akarták áthelyezni. Ezt nem vállalt, Párizsba ment, jött, ment, jelentéktelen hadügyminisztériumi állásokat töltött be, várta a szerencséjét. 95. október 5-én ami naptár szerint Van Demiel 13-án amikor az új alkotmányt kihirdették, akkor a párizsi jobb oldal fölkelés robbantott ki, mert felháborított őket, hogy az új alkotmány szerint, és ez a forradalomnak a rákfenéje, a forradalmárok nem bíztak abba, hogy Franciaország a köztársaságiakra szavaz, és kimondták, hogy az új törvényhozó szerv kétharmadát a volt konventagok közül kell kiválasztani. Ez érthető módon felháborodást keltett. A Párizsban lévő jobboldali felkelést Bárlász konventak vezetésével velték le. Bálász az összes tisztet, akit elérhető volt a konvent védelmére szólította fel. Talán nem volt akkor a jelentősége monapárténak, ahogy ezt, hogy később állítják, hogy ő tüzeltetett a népre, hanem a szakértők azt mondják, hogy volt egy másik konventak, Bálász kollégája, Freyron szerelmes volt Napóleon szépséges hugába, Paolába, most már nevezhetjük magyaros nevén is, úgyis hercegnő lesz belőle hamarosan. Paulába, és ezért emelte ki Paula, Paula a jelentőségét. Ezért aztán megkapta a párizsi csapatok főparancsnokságát, bekerült a politikai élet legbelső köreibe, és megvalósult az álma, hamarosan megkapta az észak-itáliai seregek parancsnokságát. Magán egy hatalmas fordulat következik be, megismerkedik Párizs egyik vezető szépasszonyával, egy özvegyel, Marie-Joseph Rousseau de la Pagerievel. Boáni Vikomt özvegyével, aki, akinek ő adta a Józsefin nevet tulajdonképpen. Na most a történészek, akik mindent és mindenek az ellenkezőjét kitalálják, egyik kitalálta, ez nem történész, inkább egy pszichológus lehet önjelölt, hogy Napoleonnak József mániája volt, a kedvenc testvére az József volt a bátyja, a szellemét Józsefinnek nevezte el, és az első, első nagy, második nagy hagyjáratát József földjére Egyiptomba vezette. Ilyen zöldségeket, abszurdumokat, abszurdumokat alkotnak a Napóleon szakértők. Inkább azt mondanám, hogy Józsefin képviselte a számára azt, amit nem tudott elérni a kis korzikai vadóc, a kifinomultságot, az arisztokratikus bájt, az arisztokratikus kapcsolatokat, egy vikomt özvegye, a kultúrát, a szalon élet, szalon életbe betöltött vezető szerepet, és a jobban szép az, hogy aki tényleg halálosan szeretett, házasságuk az 95 végén került rá egészen addig, amíg meg nem tudta egyiptomban egyiptomba, hogy felesége csalja őt, egészen odáig már eszméletlen tüzes szerelmes leveleket írt. Tényleg ez volt élete legnagyobb szerelme. Ha megtudta, hogy megcsalja, akkor el akar tőle válni, később mégis egy nagyon jó viszonyban maradtak, és végül is csak a másik szerelméért, a hatalomért hagyta el. Igaz? Nem majd elő később. Jó, így nézett ki, azt mondták rá, hogy sovány és, és, és eszméletlenül, eszméletlenül ápolatlanul érkezett meg a hadseregéhez, Józefinnel kötött házasságával választotta végleg Franciaországot. Idáig Buonaparte volt a neve, Napoleone, és innentől kezdve Napoléon Bonaparte franciás kiejtéssel, de mivel uralkodó lett, nyugodtan használjuk a magyar nevet, hogy Napóleon Bonaparte hagyományok szerint. A franciák bonaparte ejtik ki a nevét természetesen. Itália hadseregni azt mondták a tisztek külsejével, ruházatával, viselkedésével. Nem nyelte meg tetszésünket, kicsi volt, csontos, nagyon sápad, beesett arcában nagy fekete szemekkel, hosszú haja pedig, halántékaitól a válláig csüngött, oly módon, amelyet akkoriban spániel füleknek neveztünk. Mások csak a tuloni madárjesztőnek nevezik. Annyit azért megjegyezünk, hogy nem volt alacsony. Ez egy másik mitoszt, hogy az alacsony emberekből lesznek a diktátorok. Aki ezt mondja, az nem nézte meg mondjuk Fidel Castro, Mao, Mao Zedong, Mussolini magasságát, ugye Ő 168 cm-nél is egy picit magasabb volt pár milliméterrel. Ez a ez a maga korába teljesen átlagos testméret, a császári gárda gránátosa az lehetett, aki az 170 centit elérte. Tehát a saját alakulata, saját hadserege elit alakulatának a megkövetett magasságánál két-három centivel volt alacsonyabb, viszont a korabeli tisztek mindegyik a magasságát hangsúlyozta, nagy csizmákba járt, hatalmas tolforgós kalpagokba, csákokba, amelyek mellettek az égig, és ő szándékosan már ekkor a széles, hosszú kabáttal és a oldalt viselt háromszögletű kalappal inkább a, a, az egyszerűséget hangsúlyozta, hogy külsőleg ugyan egyszerű, de belsőleg különleges személyiség. Ez jelzi, milyen kitűnő érzéke volt a propagandához. Jó, első hagyjáratát nem fogom részletezni, itáliai háború legjelentősebb ütközete a Rivoli csata, hihetetlen gyorsasággal szakította ketté a szárt Piemonti királyság és Habsburg bi birodalom hadseregeit, amíg azok szenvedve keltek át több folyón, ő a semleges itáliai országok területére töltve előre, elfoglalta Milánót, majd négy csatát vívott Mantova ostomáért, sikert sikerre halmozott, sőt, innentől kezdve elkezdett államokat megalapítani, Ö, ember milliók sorsa került a kezébe, politikai döntéseket hozott, és annyi pénzt, annyi kincset, annyi műkincset és vagyon küldött Párizsba, hogy a kormányzó direktórium nem merte leváltani, rendkívüli népszerűséget egyszer. Hogy mikortól tekintette magát rendkívüli embernek, azt is tudjuk, 1796. május 10-én a Lodi ütközetnél akkor szállt el. Mondhatjuk, mert ő maga fogalmazott így. Láttam, hogy a világ elszáll alattam, mintha a szél vinne magával. Másoknak azt mondta, ezen az estén tekintettem magamat először nem egyszerű tábornoknak, hanem olyan embernek, aki egy nép sorsát hivatott befolyásolni. A történelemben láttam magamat. Lodi után ébredtem rá, hogy főszereplő leszek a politikai színpadon. Nagyatő ambíciói első szikályakhoz születtek meg bennem. Még valami kiderült Itáliai hagyjárat alatt. Az egy sok minden választja a 20. századi diktátoroktól, majd párszor szólok Hitler való összehasonlítása is, de egy valamibe hasonlított rájuk a propaganda iránti rendkívüli érzékében. Az Itáliai hagyjárat alatt rengeteg lapot alapított, rengeteg festőt, rajzolót, pártfogolt, újságokat, Adta ki, mert tábornok dicséretét zengték, festőkkel, rajzolókkal, részmetszőkkel ölkítette meg a hadjárat sikeres fordulatait. 96 és 98 között 30, 37 különféle meccset készült volna csak Itália területén. Nagyon jó példa erre az Álkólai csata. 96. november 15-én, ahol a ellenséges, tűz alatt álló hídra valóban megfogta az ágyút és felszaladt, tehát bátor volt. A szán segédje elesett mellette, a tűz miatt vissza kellett élnie, leszajtották a hídról, bezuhant a mocsába, nyakig, sárosan húzták ki a saját katonái. Az ütközet három napig zajlott. Még a franciák máshol átkeltek a folyón, oszákok hátába kerültek, és ezután győztek a csatában. Na most ez úgy került be a, a köztudatba, hogy Napóleon megragadta a zászlót, előreontott a hídon, és katonái követték a győzelembe. A személyes bátorságán ö, ez semmit sem csökkent, mert tényleg kísérletet tett erre, de ez sikertelen volt, a csata győztes volt, ettől kezdve festők, rézmetszők, hada örökítette meg azt, hogy Napóleon zászlóval a kezébe fölrohan a hídra. Utána mi történt, azt nem részletezték. Propaganda jelentősége rendkívül volt. Jó. Franciaország ekkor már úgynevezett testvér, vagy hát ha szőrnek nevezzük franciásnak, a HUG köztársaságokat hozott létre. Hollandiától, Svájcon át, Genován keresztül a Cisalpin köztársaság, ez ilyen Velence és Szárt Piemonti királyság között lévő terület. 98 a Róma környékét is megszállták, és 99-re Nápolyból is Pártánopéi köztársaság lett. Franciaország terjeszkedik. Bonaparte pedig fantasztikus terveket sző, megírta, hogy a Jón szigeteket kellene elfoglalni, Franciaország jövője ott van, az oszmán birodalom föl fog bomlani, ezt jól látta, Franciaországnak időbe be kell avatkoznia a mediterránunk keleti részén, hogy a birodalom nagy részét magának szerezhesse meg. Azt mondta büszkén, mindig előre láttam két évvel. Ez igaz, csak éppen két év előre mindig csatákat, háborúkat, összecsapásokat látott, és aztán ez meg is valósult. Egyelőre a kampoformuljai békével le, lezárulta az első koalíció háborúja, már csak Anglia harcol Franciaország ellen, és Bonaparte, aki nagyon sok könyvet olvasott a mesés keletről, találja olyan külügyminiszter segítségével, aki lehet, hogy azért akarta eltávolítani Bonapártét a közelből, hogy békét köthessen az angolokkal, de ez egy másik történet, ráveszik a direktoriumot, hogy ahogy a francia hadseregek egy tizedével, ő hadszálljon partra Egyiptomban, és akkor lehet, hogy majd ki tudja, esetleg a török birodalmat magát is elfoglalja, esetleg Indiáig hatol. A szakértők úgy fogalmazták, ez a térképen nagyon könnyű volt mutogatni, a gyakorlatban már, már kevésbé. A lényeg az, hogy egy több mint 50 ezer fős hadsereggel, tengerészekkel, hatalmas flottával, több mint 150 tudós is magával vitt egyiptomi hagyjáratára, sikerült elkerülniük Nelson flottáját, Nelson flotta olyan gyorsan haladt, hogy előbb került Alexandriába és elkerült a francia flottát, hogyha találkoztak volna, akkor véget ér a hős költemény. De sikerült partra szállni a Alexandriában, a török függésben lévő mameluk bejek által kormányzott Egyiptomot hamarosan a hatalmába keríti, és akkor még egyszer megérkezik Alexandriába Nelson flottája a Engeli tengeri csatában megsemmisíti a flottát. A 40 ezer francia hadsereg az fogságba kerül Egyiptomba, hazaszállítani sem lehet. Bonaparte tesz egy kétségbe esett kísérletet Szíria megszállására, ez egy nagyon sötét történet, itt, ö, itt falvak kiirtására került sor, itt ö, hadifoglyok tömeges lemészállására adott parancsot, akiket nem tudott volna táplálni, és nem akart újra fölbukkodni az ellenséges hadseregbe, akkor pedig visszavonult Acre, Saint Jean Acre, franciás, ez ma Akkó, Akkó, izraeli város, akkor Akkó visszavonultak visszavonult, akkor sebesült, ott maradt, vagy pestises francia katonákat, kábító morfeum túl adagolásával, kábítószer túl adagolásával, szabadította meg a kínjaitól. Ez egy nagyon-nagyon sötét történet, és Bonaparte sem diszekedett vele különösebben. Jó. Tulajdonképpen ő úgy érezhette, hogy amikor egy ügyért őszintén kiállt, mondjuk korzikáért, az eredmény azért, hogy el kellett hagyni a szülő szigetét, szülő hazáját. Jakobinus kormányzat mellett is kiállt, olyannyi, hogy tényleg úszót olvasott, és még egy röpiatot is közzétett a hegypáti kormányzat támogatására a Bókeri vacsora címmel. Valószínűleg azért, mert a hegypárt képviselte az erős központi hatalmat, ami neki fontos volt, és azért, mert a hegypától válta az elő léptetést. Az eredmény az lett, hogy Robespierre bukás után házi őrizetbe került, és levették a tüzéltiszteknek a listájáról. Egyre inkább úgy vesz, hogy kiáll egy ügy mellett, akkor mindig el elbukik. Innentől kezdve egyre cinikusabb, egyre önzőbb magatartást tanúsít, testvéreire még mindig rendkívül elnéző, és mindent megtesz éltük, de nagyon csúnya megjegyzéseket tesz minden népre, amelyet meghódított. olaszok, itáliai nép, pontosabban itáliai, akkor elmondta, hogy milyen gyengék, milyen gerinctelenek, és amikor uh, Egyiptomból tért vissza, azt mondta, hogy idáig russzónak hittem a nemes vademberről, de tévedtem. A, a vadember volt éppen egy kutya, tehát így, így beszélt a meghódított népekről. Párizsból visszatérő vonapártét hatalmas... Hát ezek a képek Egyiptomról, egy Sphinxet által ők ásták ki, tudják, hogy nem igaz az a legenda, hogy ők lötték volna a Sphinxnek az oldalát, ez már, a középkorban leesett. Ilyen képek készültek róla, Teveháton, és amikor visszat, ez a piramisoknál folytatott csata, mindig nagyon jól tudtak a katonákhoz beszélni, katonák, e piramisokról 40 évszázad tekintve látok, stb. Amikor visszatért szíriai kudarca után Kajóba egy felkelés le kellett velnie, az nagyon véres, de véres de történt, az első abukiri csata, de ez Bonaparte a pestis barakban, természetesen az a festő fantáziája pestisesekhez hozzányúlt volna, ez ennél több esze volt, csak átsietett a barakon. Viszont a török birodalom partra szállított egy hadsereget, és azokat egy második abuköri csatába a tengerbe kelgette, tehát úgy érezhette, hogy helye ütötte a kudarcot és a sikertelenséget. Itt van egy híres festmény, mely szerint Bonaparte Egyiptomban álmában látja, hogy Franciaország bajban van, és hogy Franciaország segítő segítséget kérően nyújtja felé a kezét, és neki haza kell télnie. Ez nagyon szépen hangzik. Az igazság az, hogy a egyiptomi hadjárat teljes kudarc volt, egy hadsereg ott a sivatagban, és ő ott akarta hagyni az egészet, ahol volt. Ott is hagyta, Franciaországban később ébredtek rá, hogy mi történt Egyiptomban. Egyiptomi keleti hősként élt haza, amikor pedig a hadseregét az angolok foggyulejtették, túszulejtették, és partra fogs fogságba helyezték, akkor ő már első konzul volt, és ezt nem hányhatta a személyre senki. Az igazság az, hogy minden rosszul sült el. Egyiptomi hagyjáratával életre hívta a második koalíciót. Oroszország cárja, első pár, annyira fölháborodott azon, hogy Napóleon Málta szigetét is elfoglalta, a Máltai lovagodnak volt a tiszteletbeli panasnoka, hogy Oroszország szövetség, szövetsége, lépett ősi ellenségével az oszmán birodalommal, majd Ausztria is csatlakozott, és lehet, hogy a második koalíció, a második koalíció Franciaország ellen. Ö, oroszok szállnak partra Itáliában, és minden napoloni hódítást megsemmisítenek. Orosz és ország seregek nyomulnak be Svájcba, a francia hat határok közelébe, angolok szállnak partra Hollandiában. Mire Napóleon hazatér, holland hadsereget bűn, a svájci hadsereget masszéna tábornok győzi le, de közvetlen veszély nincs már, de úgy tér haza, hogy rendbe kell hoznia mindazt, amit a civil, méltatlan kormányzók tönkretettek. Október 9-én lép partra Franciaországba, egy hónap múlva övé a teljhatalom. Miért? Hát azért, mert a, a, polgári politikusok, a civil politikusok, a direktorium vezetői eddigbe belátták azt, hogy nem tudják összeegyeztetni népszuverenitásról vallott elveiket a politikai gyakorlattal. Ha komolyan vették volna azt, hogy minden hatalom a néptől származik a választásokból, akkor engedni kellett volna a nép azt, azt válaszza meg, akit szeretne. Ugye már 95-ben az új alkotmány bevezetésekor kimondták, hogy az új törvényhozó két hamarának a régiek közül kell kikerülnie. Akkor 97-ben a választásokon győz a mérsékelt királypárt, élvénytelenítik a választás eredményének egy részét, kormány mondja meg, hogy kiülhet be a törvényhozásba. Akkor a következő évben győz a baloldal, annak is élvénytelenítik a választás eredményeit. A helyzet azóta, hogy a franciák elfogadták a forradalmat, a forradalom minden vívmányát, egy valamit nem fogadtak el a köztársaságot és a, a volt terroristáknak a kormányzatát terror az egész köztársaságot befeketítette. Tudják, hogy két és háromszázezer közötti volt a polgárháború, és a terror halálos áldozat a száma. Tehát a helyzet az volt, hogy a franciák egy alkotmányos monarchiát szerettek volna a forradalom összes vív vívmányának a megőrzésével, ami Waterloo után létre is jött. Egyelőre azonban erről szó se lehetett. A francia földön politikai elitje 99 -en maga is egy államcsint tervezett, CIA ez abbé vezetésével, megerősíteni a végrehajtó hatalmat. Megszokták, hogy ezt egy katonai fenyegetéssel szokták elfogadtatni, és akkor száll az a tábornok, aki ezt aki a legnépszerűbb, és ezt végül is tudja hajtani. Úgyhogy a politikusok törekvése arra, hogy megerősítsék a végrehajtó hatalmat, váratlanul egybeesik a tábornok törekvésével, hogy kisajátítsa Franciaország fölött a hatalmat. És euh, 1799. november 9-én először egy mondva csinált összeesküvése hivatkozva átveszik a tanácsok. Két kamarás országgyűlés volt, 500 és vének tanácsa. Áthelyezik Szent Klódba, távol a párizsi tömegektől. Bonapártéja bizzák a katona a hadsereg főparancsnokságát, az öt direktorból három lemond, megüresedett a hatalom, másnap pedig Szentklódban rá akarják venni a politikusokat, egy új rendszer, a képviselőket új rendszer elfogadására. A vének tanácsat, amíg tanácskozik, Bonaparte be, bemegy az 500 itt nekiesnek, pucs kísérletével vádolják, öklök emelkednek és elhangzik a fenyegetés, helyezzék törvényen kívül a tábornokot, katonai erőszakkal akarja befolyásolni a törvényhozást. Ha egy kicsit gyorsabbak, akkor Napolont letartóztatják, és aki törvényen kívül van helyezve, mint Robespierre volt, az Sper nélkül megy a Giotin alá. Ehelyett azt történik, hogy Napolonnak éppen az öccse, Lucien az 500-ak elnöke, aki föl van háborodva a bátyját élt sélelemen, kimegy a katonákhoz, mint 500-ak elnöke felszólítja őket, hogy a, a terrorista agresszív tör képviselőinek a fenyegetésére, üzzék szét őket, és mentsék meg a tábornokukat. Katonák megérkeznek, 500-ak pedig nem az ablakon és ajtón át menekülnek, ablakon át menekülnek, de ez nem olyan vicces, hogy kiugáltak az ablakon. A Oranzsai nevű épületnek az ablakai a földig éltek, tehát egyszerűen kisétáltak az ajtón. Ez minden filmben úgy néz ki, hogy kiugrálnak az ablakon, mert hogyha meg akarjuk dönteni a parlamentális kormányzatot, akkor tegyük nevetségessé a képviselőket, ugye Egy három fős ideiglenes konzulátus ül össze, amely egy hónap előbb létehozza az új alkotmányt. A politikusok azt személték, hogy hát egy kardra volt szüksége szíjeznek az államcsínyhez, majd utána a kardot visszateszik a hüvelybe, szó sem volt róla, a Bonaparte nem hajlandó, hogy őt visszahelyezzék. Az ő akarata szerint készül el az új alkotmány, és azt mondhatjuk, hogy ez a konzulátus alkotmánya minden értelemben befejezi a forradalmat. Befejezni kétféle módon lehet valamit, úgyhogy abba hagyjuk, és úgy, hogy kiteljesítjük, és befejezzük, és minden hátra munkát elvégzünk. Bonaparte mind a két szempontból befejezte a forradalmat. Demokratikus népi mozgalmakkal kokettáló vonásait megszüntette a francia forradalomnak, a népet szinte kikapcsolta az egész. Népszuverenitás meg van szüntetve. A következő módon zajlanak a választások. Minden 21 évet betöltött férfi csak egy listára szavaz a községében, önmaga 10%-át választja meg. A községi listákon szereplők önmaguk 10%-át a megyeire, azok önmaguk 10%-át a nemzeti listán, még mindig nem lesz képviselő senki, hanem a három része osztott törvényhozó testületnek, hát a szenátusa azt a alkotmány létrehozói, a forradalom elitjét, a királygyilkosokat, a konvent királygyilkosait, a korábbi kormányzókat szépen a szenátusba választották be, és a szenátus a nemzeti lista alapjáról kinevezi a tribunátus és törvényhozó testület tagjait. A tribunátus konzultál, de nem szavaz, a törvényhozás szavaz, de nem konzultál, a szenátus felülvizsgál, az államtanás előkészíti a törvényeket, és a törvény kezdeményezés az az első konzulnak a jogköve. Hát gyakorlatilag egy monarhista, névleg köztársági, valójában monarchista jelgőrendszert hoznak létre. Az első konzul senkinek sem felelős, és a második és harmadik konzulnak csak tanácskozási joga van. Ő nevezik ki a minisztereket, prefektusokat, alprefektusokat, polgármestereket. A népszuverenitás elszivágott gyakorlatilag, ilyen értelemben tényleg lezárta a francia forradalmat, már nem az gyakorolja a hatalmat, akit a nép megválasztott többségi szavazattal, igaz? Ugyanakkor, ugyanakkor a konzulátus idején elképesztő munkába kezd, és a másik értelemben is lezárja a forradalmat, a befejezetten ügyeket, azt az egész csőttömeget, amit a francia fordonon ráhagyott az országra, az emigrációt. Ő ad először kegyelmet az emigránsoknak, és visszatérhet szinte mindenki a legszorosabb királypától eltekintve. A banditizmus, az űrzavar a vidéken. Ő vett véget a banditizmusnak rendkívüli bíróságok fölállításával, katonák vidékre küldésével. Pénzügyek totális pénzügyi, hát a pénzügyek teljén már a még kicsit rendet csinált, de az biztos, hogy nemzeti bank a konzulátus alatt jön létre. Stabil értékálló pénz a konzulátus alatt jön létre. A konzulátus alatt megvalósul Francia királyok minden álma. A költségvetési egyensúly, ami szinte soha nem volt Franciaország történetében. Jó, a három idegnes konzul után, a ölkül, nem, tíz éven megválasztott konzulok, Bonaparte, a konvent királygyilkosainak, a korábbi baloldalnak az egyik mérsékeltebb képviselője, egy jogász, Kambaszéves, és a régi rend egyik pénzügyi szakembere Löbön, és már ezzel sugalja Bonapártól, hogy a régi rendszerből is, és a forradalomból is minden tehetséges embert befogad a kormányába. Így fogalmazott, se magas sarok, nem, se vörös sarok, ami az arisztokraták viselete volt, magas cipő, magas sarkú vörös sarokkal rendelkezett. Se vörös sarok, se vörös sapka, én a nemzeti vagyok je suis national. Tehát korábbi ellentéteken felülemelkedve a legkülönbözőbb tehetségeknek egyaránt ad helyet a kormányába, az egykori püspök talajon lesz a külügyminisztere, az egykori hegypárti fusé lesz a rendőrminisztere, és így tovább. Ö, konzulátus ülése, és inkább ezt a nem túl látványos összesítés ajánlom figyelmükbe, ugyanis a a legtöbb francia történész azt mondja már, hogy Napóleon nem hódítóként volt nagy, az elszállt. A tartós eredménye, a tartós műve államférfiként. A belpolitikában volt tartós a műve. A pápával kötött konkordátuma, amely hihetetlen hálásak voltak a francia katolikusok, akik visszakapták a templomaikat, visszakapták a feszületeiket, visszakapták a körmeneteiket, újra harangozhattak, újra hagyományos ünnepeket rendezhettek pápával kötött konkordátuma több mint száz évig fönnmaradt, az értékálló pénz a Francia frank, a zselminári frank értékét csak az első világháború tette tönkre. Franciaország bankja máig fennáll, a közigazgatás, megyék érén kinevezett prefektusok, a centralizált közigazgatás máig fennáll azzal a különbséggel, hogy a polgármestereket ma már demokratikusan választják. Polgári törvénykönyv, Napóleon főműve, francia királyok álma, egységes törvények egész franciaországa nézve. Ez, ez, volt a középkor óta egy meg nem valósítható lehetőség. A forradalom csak felülírt a különböző rendeletekkel, de egységes, egységes polgári törvénykönyv most születik meg, logikusan. A középiskolák rendszer módosítással máig felmond, és a becsületrend a leg legnépszerűbb francia kitüntetés, az is Napóleon műve. Tegyük hozzá, hogy föl voltak háborodva a forradalmárok, hogy hát nincsenek rendek, nincsenek kiváltságos csoportok, ez a régi maradványa, ez csak egy, ez csak egy játékszer, Napóleon válasza, igen, de az embereket játékszerekkel kell, kell kormányozni. Ez egy olyan mű, ami megérdemli az utókor tiszteletét. Pierre Goubert nevű francia történész, egy összefoglaló Franciaország történetben Napóleon pályáját két fejezetben mutatta be a gránit és az álom. A gránit a belpolitika, ami tartós, az álom a külpolitika. Ez a festmény a polgári törvénykönyv, mert idő megkoszorúzza az ő polgári törvénykönyvét, ez a pápával kötött konkordátumnak az aláírása. Francia katolikusok lelkesen visszaállítják a feszületeket, a, ezzel megfosztotta az emigrációt a, politika, a francia katolikusok támogatásától. A becsületrend, ugyebár ezzel párhuzamosan pedig arra is képes volt, hogy megvédelmezze a konzulátust 1800-ban, második itáliai hadjáratán át kell a Szent Bernát hágón. az igazság az, hogy Marengónál vereséget szenved, mert szétterjesztette a hadseregét, de Dösze tábornok időben visszatér, és még aznap fölújtják a csatát, úgyhogy Dösze időben el is esik egy golyótól és a dicsőség mind az első konzulnak marad a Marengói csata. Ez nem döntötte el a háború kimenetelét éppen hogy, de szép festményeket lehetett készíteni róla. Legalább öt változat van ebből különböző francia múzeumokba. Dávid híres festménye. A Szent Bernát hágon, itt az, hát nem tudom, látszik-e, Anibál neve van idevésve a kőre. Ide meg, hogy Carolus Magnus M.P. Manu Propia, mintha Nagy Károly saját oda volna a nevét, mint a mai, mint a mai kirándulók, ugyebár és itt van mellettük ez a lényeg, az új hódító Bonaparte neve, igaz? Inkább így kell át a Szent Bernát Hágon, ez, ez egy realista, kép. Oké, okay. aki győz, az egy év múlva Moló tábornok. tábornok, aki a Hohenlindeni csatában mér döntő vereséget az oszták, most már oszták császárságnak nevezhetjük, úgyhogy a ma Marengói csata nem volt döntő, a Hohenlindeni csata az fejezi be a második koalíció háborúját. Ezt Moró azonban szerény volt, Moró hátérbe volt szorítva, franciák rajongtak az első konzulért. Ne felejtjük el, hogy a kampoformiai béke után őt olyan tábornoknak tartották, aki a békét hozza magával. A békét és a nyugalmat. És nem tudták, hogy mi lesz a jövőben. Amikor 1801-ben Lünevilli békével Ausztriával köt béket, 1802-ben Amiens békével Angliával, akkor hirtelen véget élnek a folyamatos háborúk, amelyeket tíz éve vívnak, és úgy tűnik, hogy teljesen le van zárva, be van fejezve sikeresen a francia forradalom. Soha nem volt Franciaország ilyen nagy, mint Lünevélben. Francia bábállamok veszik körül, Észak-Itáliában, Hollandiában, Franciaország beleszólhat a német fejedelemségek újraosztásába. Rendkívüli siker. Rendkívüli siker, ez van amögött, hogy Bonaparténak egyre inkább a nőnek az ambíciói. Úgy fogalmaztak, hogy Napóleon lassan kibújik Bonaparte mögül. Amikor a királypárti összeesküvők Moló tábornokkal, a népszerű riválissal tárgyalnak Franciaországban, akkor Bonaparte tesz egy elhamarkodott lépést és letartóztatja Morót, hatalmas főzúdulást okozva. Most már igazolni kell, hogy Morót joggal tartóztatta le, és hatalmas hajtóvadászattal elfogják a kiállítási összeesküvők legveszedelmesebbjét, kadudált, Párizsban, utcai harcok után, és hát nem autós, de legalábbis hinton való üldözés után, ahogy az illik a kalandos történetekbe. Kadudál híveit sorra elfogják, és úgy kad, Kadudál azt vallja, hogy egy, egy házból származó hercegnek az érkezését válták az első konzul meggyilkolásával ki lehet az, ki lehet az, ki lehet az. Fölhívják a figyelmet, hogy Bádenben Angen hercege ott éldegél, mert ott van a szeretője. A semleges Báden területén Ettenheim nevű várost hirtelen minden nemzetközi jog megvetésével francia csendőrök szállják meg. A teljesen, ebben az ügyben teljesen ártatlan herceget, ez a Condé ház, a bourbon háznak egy oldalága a bourbon kondé családból származó. Elhúzolják, és egy elsietett katonai bíráskodás kiderítő ugyanebben semmi feladata nem volt, de emigránsok hadseregébe korábban harcolt Franciaország ellen. Elsietett ítélettel a Venszani vár álkában éjszaka, ez is azt jelzi, ez az éjszakai kivégzés, kutyája végig követte őt állítólag, éjszaka agyonlövik, aki, van, aki, a Venszani várt kövűsétája, egy fehér keresztet lát ennek a helyén. Ez csak azért emelem ki, mert ez egy tipikus napoleoni intézkedés. Tehát ő, nem valhatta be, hogy Molót elsietetten tartóztatta le. Ő, mindenképpen bűnösnek kellett tekintenie Angen hercegét, ha már egyszer elhúzolta egy semleges országból, nem engedhette volna vissza, mert nevetségesé válik Európa előtt, bűnösnek kellett tartania, ha már bűnös, akkor Fejezzük be. Ahogy Napóleon fogalmazott, ez volt egyik jelszava, ha már ennyire elő, előre nyomoltunk, nem lehetett volna visszatérni. Ez az, ami elveszejti őt. Ez az az örökös, örökös aggodalom, hogy nem engedhet, hogy neki állandóan keménynek kell lennie, bizonyítania kell, mert különben baj van. kell közli 1813-ban, hogy Európát néhány fejedelmi család uralja, én felkapaszkodott korzikai vagyok, nem tekintenek amint úgy látják, hogy gyengülök, már nem tekintenek maguk közé valónak. Egy pillanatra sem engedhetek a hatalmomból. Nem igaz. A franciák olyan hálásak voltak neki, hogyha feladta volna a különböző távoli hódításait, az sem ér érdekelte volna őket. Európa uralkodói többször is be befogadták őt maguk közé. Ez a felkapaszkodott katonatrixnek a lélektani gátlása, hogy soha nem képes engedni, visszalépni, módosítani, bevalani, hogy tévedett teljesen képtelen volt erre. Ez egy jó példa arra, hogy hogy jutnak el lépésről lépésre a jóvá tehetetlen ig a különböző intézkedései. Jó. A merénylet kísérlet hírére a politikusok azt mondják, hogy hogy tudjuk elkerülni a rendszer összeomlását, úgyhogy örökössé tesszük. Tegyük örökössé ezt a hatalmat Bonaparte családjába, és először élethossziglani konzulán, nyilvánítják 1802-ben, majd 1804-ben, mint tudjuk, császárral koronázza önmagát a pápa jelenlétében. Ez így volt megbeszélve, nem tépte ki a pápa kezéből a koronát legendák szerint. Meg volt beszélve, hogy ő koronázza meg önmagát. A Dávid híres festménye Józsefin koronázási pillanatát mutatja be. Itt a festmény egyik oldalán látjuk Kámbászéves konzult, Talejan külügyminisztert, Józefin fiát, Özsen Boánét, ő győzi le a magyarokat a győri csatában majd. Kolenkú külügyminisztert, és azt a Bernadott Marsalt, aki majd később a svéd uralkodó család alapítója lesz. Ők állják körül a trónt, és itt látjuk Napóleon hugait és a egyéb rokonokat. A mamát is látjuk a festményen, bár nem volt jelen, mert Lucien bátyjával, Lucien öcsével összeveszett Napóleon. A mama nem ment el, de Dávid azért festette őt. Itt Müllá Napóleon, Karola Hugának a férje, a nagy lovassági tábornok. Az eskü is érdekes. Mire esküszik meg Bonaparte? Hát a szokásos szöveg megvédi a területi integritást, tiszteletbe tartja, tartatja a konkordátum törvényeit. És van egy érdekes tagmondat tiszteltbe tartom és tartatom nemzeti javak eladásának visszavonhatatlanságát. Mi ez? Hát ez az, hogy aki, pápai biotok, aki papi birtokot vásárolt még a forradalom óta, egyházi földeket, egyházi épületeket, az nyugodt lehet, visszavonhatatlan. Amíg ő a császár, addig ezek a tulajdonosok kezé maradnak. Ez a francia földek egy tizede, egy tizede vagy kevesebb volt, kik vásárolták föl, gazdag polgárok, gazdag parasztok, és gazdag nemesek is, aki ezt megtehette. Tehát Franciaország társadalmának átstruktúrálódása zajlik, a születés előkelősége helyett, a vagyon előkelősége kormányozza az országot, és Bonaparte itt bevallja, most már Napoleonnak is nevezhetem bátran, hogy ő a forradalom győzteseinek, az előkelőknek, a meggazdagodottaknak a császára tulajdonképpen. Jó. És innentől kezdve egymás követik a háborúk. A harmadik koalíció háborújában valami eldől. Valami eldől, ugyanis Napóleon éveken át tervezte, amikor kiúlt a háború Angliával, hogy majd megszállja a Szigetországot. Ehelyett, amikor Ausztria mozgósít, hatalmas hátra a több hadsereg Bajorországban egyesül, Ulmnál kapitulációval kényszítik egy hadsereget, majd tovább nyomulnak Bécset, először elfoglalják, és tudják, hogy az Alstelliti csatában csap össze a három császár, az osztrák, az orosz, a cárkis császárnak nevezik, és a francia. Eközben azonban még valami eldől, Trafalgánál. Nelson flottája a tenger alá küldi az Egyesült Spanyol-Francia hadsereget. Hangsúlyozom, Spanyol-Franciát. Tehát valami eldőlt. A szárazföldön Franciaország lesz az úr, a tengeren Nagy-Britannia. Na most ezt el kellett volna fogadni, erre Bonapálte szinte teljesen képtelen volt. A stelici csata egyik leghíresebb ütközete, kiválóan működik. Ha megnézhetjük majd a mozikba a Scott új napóleon filmét hamarosan. Ott a be bemutatóban láttam, hogy a csatába csatában különböző látványos jelenetek lesznek benne. Lényeg az, hogy rendkívül ügyesen ő meggyengítette az egyik szárnyát, hagyta, hogy rázóduljon az Oroszország hadsereg, majd amíg a szány kitartott, visszavonta innen a seregeit, és a közep, a közepét szézzúzta az ellenségnek. Teljes a győzelem az Austerlitz-i nap, ez december másodikán történt, koronázásának évfordulóján. A napoloni legenda körbe december másodika a szent nap, a koronázás és Austerlic napja, ezért majd aztán a harmadik napolani is december másodikán hagyja végig az államcsinnyét Ha eddig Nyugat-Európa francia uralom alá került, most Napóleon hatalma előre nyomul Német földre, ahol megalakul a Szent Római Birodalom romjaiból a rajnai szövetség francia barát német bábállamok összevonása, és hatalma kiterjed egész Itáliára, bátyját kinevezi nápoly királyává, a hatalma kiterjed egyre monarchikusabbá válik, öcsét kinevezi Lajost. Hollandia királyává, Sógorát Belg uralkodó hercegévé, és így tovább az uralma kiterjedt középpel, egyre monarchikusabbá válik. A negyedik koalíció háborújába azt a poroszok kezdik meg. Ha eddig sorra vettem volna, mindig azt mondtam volna, hogy a győzelmeinek egyik magyarázata, hogy soha a négy nagyhatalom egyszerre nem lépett hadba ellene. Valamelyik mindig kimaradt. Oroszország, Ausztria, tehát a Habsburg birodalom vagy Poroszország. Poroszország 1905 óta nem lépett be a háborúkba. Most belép fantasztikus kartcsöltetéssel, és mindjárt a háború első éveibe, az el, bocsánat, első heteibe egyetlen napon, Jénánál és A.S. október 14-én egy napon két vereséget szenved, a nagy fügyes óta retteget porosz hadsereg kifúj tojáshéként hoppan össze Napóleon markába, megszállja Berlint, elfoglalják a különböző területeket, benyomul leny az egykori Lengyelország területére, lengyelek seregestől állnak Napóleon hadseregében, remélve, hogy helyreállítják Lengyelországot. Végül is egy, eldöntetlen téli ütközet után, nem is baj, hogy ez jelent meg, az Eilaui téli csata után, Friedlandnál fél év múlva sikerül Oroszországra döntő vereséget mérnie, és ekkor a híres Tear City tutajon Háborús béke minden megfélmesítésében ezt megmutatják, mert csak egy tutaj kell hozzá, semmi más. Sándor cárral fölosztják a világot maguk között. Ez a hatalmának a csúcspontja. Tilsit 1807. Ja, ha azt nyomkodok, akkor hiába válom, igaz? Na most, ha eddig napon hatalma kiterjedt Közép-Európára, akkor Tilsit után kiterjedt Kelet-Európára, a lengyelek azt várták, hogy ekkor, ekkor volt a régi Lengyelország, ugye? eljött létrehozták ezt a bizonyos valsói hercegséget. Nem tudom, miért van minden atlaszon nagy hercegség, hivatalos okiratban csak valsói hercegség szerepel, és egész Itália oda kerül, és innentől kezdve, innentől kezdve Napóleon Európa ura, hamarosan, mivel Berlinben, Angliára hogy tud verséket mérni? hogy Anglia nincs, nincs flottája. Berlinben 1860-ban megkérdeti a kontinentális zállatot azt jelenti, hogy kereskedelmileg gazdasága akarja megfojtani ellenségét. Hát mi lesz ebből? Hát az lesz, hogy minden part, egy, egy zállat, akkor zállat, hogyha tényleg záll mindenhol. Egy lufbalon akkor tartja a levegőt magában, nincs rajta a lyukak, ugye bár? Tehát nem szabad a partvidéken lyukakat hagyni, ezért egyre jobban terjeszkedik, egyre több területet foglal el, egyre több területet vesz francia uralom alá, minden tengerpartot. Hamarosan Hamburg ugyanolyan francia megyeszék hely, mint Róma, vagy Genova, vagy Brüsszel, vagy Amsterdam, és még a Horvátországból és Osztrák Birodalomból leszedi ezt az illír tartományokat, közvetlen francia uralom alá veszi. A következő háborúban pedig megnöveli a Valsói Hercegség területét ezekkel a területekkel. Na, itt kezd a francia fordon politikai elitje itt kezd aggódni. Ezek már olyan hódítások, amelyek tarthatatlanok. Talajon 1807-ben Napóleon hatalmának a csúcsán nem a süllyedő hajóval menekült pat, patkányként, hanem a győztes Napóleonnal között, hogy ez így tarthatatlan, és lemond külügy külügyminiszterségéről. Fusé a következő háború során megpróbált tárgyalni az angolokkal a császár háta mögött, Fusé a rendőrminiszter, békét akar kötni, Napóleon hatalmas botrán csap, elmondja mindennek, le, leváltja. Egyre több intelligens politikus érzi úgy, hogy ezek a hódítások már tartatatlanok, és ezek veszélyeztetik a forradalom szükséges, fontos, megtartandó hódításait is. Bárki lemondott volna kelet-európai bábállamokról, annak érdeke, hogy mondjuk Belgium egészét, meg a rajnai határt azt tartósan Franciaországhoz csatolják. 1880 nagy fordulat éve. Ekkor a belpolitikában megindulnak a támadások a szabadság ellen, a tribunátust nem hívják össze többet, a törvényhozó testület ülései egyre ritkábbak, minden rendelet szenátus rendeletként jelenik meg, a törvényhozás szinte leáll, a színházakból többet betiltanak, újságokból egyre többet tiltanak be. A szabadság elleni merényletek mellett megvan az egyenlőség elleni támadások. Napolon föltalálja 1800 ban a császári nemességet. Ez azt jelenti, hogy a főtisztviselőket, a birodalmának a különböző, tehát a főpapoktól kezdve a miniszterekig, különböző bárói, grófi, hercegi rangokkal látja ez a császári nemesség. Hát ekkor már a francia polgárság nagy része úgy érzi, hogy itt valaha egyenlőségről volt szó, törvényületi egyenlőségről. Külpolitikában 1808 a fordulat. Spanyolország a szövetségese volt francia 1795 óta. De bátyát akarja a spanyol ültetni, Bajonni megbeszéléssel hívja a spanyol királyi családot, majd fogjulejti őket, és a már Spanyolországban lévő francia hadsereg kikiáltja a korábbi nápolyi király Józsefnek a spanyolországi királyságát. Elképesztő polgárháborúban robban ki, rendkívül véres szörnyű jelenetekkel, a gerilla fogalom ekkor terjed el. Napóra megjelenik, és bevonul Madridba, a szomoszielvai szorossal ráküldi a lengyel könnyű lovasságot, meg a nagy része elpusztul a támadás során, de a 19. században egyetlen hazafias lengyel család faláról sem hiányozhat a szomoszielvai lovasoham, aki látta Andrzej Vajda légió című filmjét, az emlékszik rá. De a háborúnak nem tud véget vetni, ettől kezdve a spanyol háború folytatódik 1814-ig, százezres hadsereget köt le, ez a teljesen jelen, ez nem nemzeti ügy volt. Ez Spanyolország szövetséges volt. Ez dinasztikus ügy volt, azért ölt ki, mert oda akart ültetni a bátyját. Spanyol háború szörnyű jelenetei, férfiak, nők, gyerekek, mérgezések, városi öldöklések, elképesztő sorozata. Következő év 1809, most kezd esegni opogni a birodalom. Ausztria hadatüzen, Napóleon támadást indít, és az angolok partra Hollandiába, az angolok partra szállnak Portugáliába, támadják Spanyolországot, a pápa, pápa nem tartott ebbe a kontinentális zállatot, pápai államot megszállják, a pápa kiátkozza a Napóleont, Bajorország, uh, bocsánat, igen, uh, Tirol, bocsánat, Tirol, amelyet osztrákviadalomtól Bajorországhoz csatoltak, fellázad, a poloszok pedig Törik a fejüket, hogy most belépjenek -e a háborúba. Minden recseg ropog. Napolon elszenvedi első vereségét Aspen Eslingi csatába. Na ebbe a pillanatban szólítja fel a magyar nemességet, hogy szálljanak hazva a Habsburgok ellen. Tehát ez nem egy tudatos segítsége Magyarországnak, amely szabadságot törekszik, hanem egy ilyen hátbatámadás, egy újabb diverzió az ellenséggel kapcsolatban. A magyar nemesek tudták, hogy bánt Napóleon a lengyelekkel, ágyú tölteléknek használta fel őket, és szinte minden tárgyaláson Sándor cállal fölajánlotta, hogy Lengyelországot átadja neki a, leny, a Varsói hercegséget. Tehát a magyar nemesség az nem valami gyávaságból, osztályérdekből nem fog fegyvert, azért mert megszokta azt a Habsburg kormányzatot, amelyel szépen kiegyezett évszázadok során, ezt nem akarta fölváltani hogy sokkal hatékonyabban működő, sokkal zsarnokibb, idegen hatalomhoz való csatlakozással. Jól tette ebben a háborúba kerül sor Magyarországon hadműveletekre, Özsen Boáne Napolon fogadott fia, Itália alkirálya vonul át a Balaton északi partján Győrig, és ott Győrnél egy egyáltalán nem olyan gyalázatos csatában, hogy ezt a későbbi reform nemzedék beállította. A Győri csatában hát legyőzi a Habsburg birodalom és Magyar Királyság hadseregeit, de az igazat megvalva a visszavonulás rendben zajlott. Olyan 6000-re teszik a Habsburg birodalom és a magyar királyság veszteségét, de három ezer a francia hadsereg veszteségét. Ez nem volt egy futás, ezek nem futottak el, ezek keményen harcoltak, kedvezőtlen helyzetből. A franciák azt mondták róluk, hogy bátor harcosok, de nincsenek betanítva. Ez teljesen jogos. Ez egy elavult technikai módszer, hogy a magyar nemesség fegyvert fog és megvédi a hazáját, igaz? Professzionális hadsereg korában vagyunk. Tehát nem ez a hadsereg futott el, a tiszántúli önkéntesek a vértes aján válták, hogy csatlakoznak, a visszavonulókkal találkoztak, na ők futottak Budáig. És akkor róluk teljett el, hogy a vetivály, a vetivály még meg se állj. És akkor Napolon még egyszer utoljára a Vágrámi csatában Bécsnél hatalmas győzelemmel utoljára még egyszer mindent rendbehoz, apápát letartóztatja, francia fogságra veti, Fusé, még rendőrminiszter és nemzetőrséget állít fel, és kiveri Hollandiából, kiveleti vele az osztráko, a megszálló angolokat. Spanyolországban valahogy helyrehozzák a helyzetet, Tirolt levelik, a poroszok pedig mégse fognak fegyvert, pedig most volt az a pillanat, amikor az egész birodalom recseket ropogott. Jó, Napóleon most már tényleg eljut odáig, hogy arról is lemondom, hogy a szívének a legkedvesebb a szellemese, a felesége, a dinasztiája Józefi nem tudott neki törvényes fiú utódot szülni, ezért megkéri Habsburg Mária Luisa kezét, meg is kapja, 1810-ben házasodnak össze, aztán amikor 12-ben Oroszországban az a hír teljede, hogy a császár halott, és Napoló megtudja, hogy senkinek eszébe se jutott, hogy van már egy fia, mert azon tölték a fejüket, hogy ki legyen az új uralkodó, akkor álljon, hogy micsoda rossz lépés volt ez. Tehát ő abba bízott, hogy ha családi kapcsolata lép Ausztriával, attól kezdve Ausztria szövetségese lesz. Hát a politikát nem a családok érdekei, ugye? Hanem a nagy, nagy érdekek szabják meg. Ez ilyesmivel áltatta magát. A belpolitikában teljessé válik a talpnyalás. Egyes francia papok egész komolyan felszólítják a zsidóságot, hogy tekintsék Napóleont a messiásnak. A Párizsi városházán a trónja fölött az a felirat díszeleg, egószum sum vagyok, aki vagyok. Na most ez, bocsánat, ezt az úr mondja Mózesnek a égő csipkebokorból. Ilyen talpnyalást Mája Terézia nem tűt el, amikor egy festményen Szent Ilona, egy templomi festményen Szent Ilona arcképét az ő arca került a testére, akkor leszedette a festővel azt a festményt és eltüntette, mert tehát egy hagyományos uralkodó tudja, hogy Isten előtt mindannyian egyenlőek vagyunk. A fölkapaszkodott császár ezzel nem volt tisztában, és a talpnyalást teljesen elfogadta. Még egy Szent Napóleont is kit kitalál az egyház számára, ez nem létezett de hogy a pápasággal jó viszonyt tartson fenn, a francia főpapok egy nem létező szentet kitaláltak, akit nem csak kell összefeszítettem, mi hasonlít is Napóleonra, amit látják természetesen. A sovány Napóleonból kövélkés Napóleon lesz, 1811-ben fiú utóda születik. Ilyen rajzok készülnek róla a színházi előadáson. Ö amikor elszundikál, körülnéz, hogy ki látta a szundikálását, és nézi tovább, megvan az utód, Mária Luizával, és hogy néz ki Európa? Európa úgy néz ki, hogy most már, nem azt hiszem, van egy jobb tér, igen, ez a jobb térképen. Tehát szűkebb értelemben a megnövekedett Franciaország a napolni birodalom, de a határai itt vannak, Dánia határán, Észak-Német államokat is Francia megyeszékhelyén nyilvánítja, és a déli határai itt van Rómától délre valahol, és az Illír tartományok is közvetlen francia terület, és Katalóniát is francia csatolta, tehát vagy így tudnám körbehajzolni a közvetlen francia ország által kormányzott területeket idáig. Ez ugyebár 134 megye, lakosainak száma 44 millió, tágabb értelemben a különböző okonok és mások által kormányzott vazallus államok, teljes ajnai szövetség, minden német állam kivéve a megcsonkított Poroszországot, amely elbe szövetséges, és a megcsonkított Habsburg birodalmat, amely elben szövetséges. Európa lakosságának közel fele vagy közel közvetlen vagy közvetett francia uralom alatt áll. 1811-re a tartja be a kontinentális zállat előírásait, Oroszországból elszivágott a nemes fénypénz, ezért Napollon meg akarja félemlíteni a cárt, hatalmas hadsereget hív össze 12 vel Lengyelországban, remélő, hogy majd akkor a Czár békét köt. A cár nem köt békét, akkor előre nyomul egy kicsit, hát, ha majd akkor békét köt, a Czár nem köt békét, végülis egy hatalmas hadserege addig nyomul előre, remélve a Czár béke ajánlatába, amíg ez a kitűnő ábrán látjuk, hogy a francia hadsereg hogyan csökken milyen Moszváig él, maga a hatalmas távolságok. Hol harcolt ő korábban? Itália és Német területe, egymást élik a gazdag városok, és jók az utak. Most pedig Kelet-Európában utak nélkül egy hatalmas szegény régióba, ahol ahhoz, hogy a lovak egyáltalán valamilyen takarmányt kapjanak, egyre szélesebb területet kell bejárni. Aki az élen halad, az mindent felemészt, aki nyomába jön, az már élelmet, takarmányt sem kap, kutakat tönkreteszik, így sorval össze a francia hatalmas hadsereg mire odaér, több mint fél millióan lépték át a határt, néhány tízezrent tértek vissza. Így nézett ki a oroszországi hadjárat támadásai, a porosz és az osztrák hadsereg is benyomultak szövetségesként, de gondjuk volt rá, hogy Moszváig ne jussanak el, odáig napról út el, tudjuk, hogy Borodinónál hatalmas véres ütközet, a visszatérés pedig az sajnos Napolón megpróbált délen visszatérni, de az oroszok ezt megakadályozták, ez a már fölélt területeken, már elpusztított területeken kell visszatérnie, elképesztő mennyiségű áldozatokkal jár. Ez Moszkva égése, most már tudjuk a dokumentumokkal, hogy ezt bizony az oroszok gyújtották föl, tehát ez, hát egyrészt a franciák is hozzájárultak, egy fegyelmezetlen hadsereg ugye élelmet keresett és tüzelőt keresett, de igazából Rosztopcsin Moszkva kormányzójának rendeletei maradtak fenn, hogy a tűzoltókészülékeket tüntessék el, és amit tudnak, azt gyújtsák fel. Napóleon kezébe minden konfliktus paltalanná vált és tartatatlanná. Ez a visszavonuló hadsereg festmény készült, kb. félmillió ember pusztul el ebben a hagyjáratban, oroszok részéről valószínűleg legalább annyi, csak ezt nem vették figyelembe. A Berezinánál való átkelés után egy évvel a folyóban emberi csontokból szigetek keletkeznek, ez egy rémálom minden szempontból. Mit tesz a császár? Azt, amit Egyiptomban ott hagyja a hadseregét, és hip-hop Párizsba terem. Új hadsereget állítson fel. 1813-as hatodik koalíció háborúja most először. Oroszország is, Poroszország is, Ausztria is és Anglia is. Először a francia földön és napolóni háború mind a négy nagyhatalom beszáll. Ez mások. Svédország is tett természetesen. Svédországban már beanadott a tónőökös, volt francia marsal, de hát ő Svédország érdekei tekinti elsődlegesnek, nem francia rokonságát. Mint tudjuk, néhány győzelem után a Lipcsei csatában, népek csatájában Franciaország teljes vereséget szenved Napolon vissza, tél Franciaországba, a győztesek találkozása a Lipcsei csata után. 1814-ben nagyon-nagyon aprócska seregével, maradványával, fantasztikus előfeszítések áll, rendkívül ügyesen védekezik, nem már Franciaországon belül. A birodalom megsemmisült, háború összes terhe a franciák nyak nyakába szakad, és az államtanácsban nem, nem, más személyiség mondja azt, hogy mindenképpen békére van szükségünk, mint József, Napóleon bátyja, Spanyolországból elűzött ex-király. Ha már valakinek a saját testvére is helyteníti a politikáját, akkor már elég nehéz szövetségeseket találni, ugyebár. A szövetségesek Napóleon mögött megszállják Párizst, ahol a szenátus összeül és találjon vezetésével. Vége, amit az egész ország és egész Európa kíván, befejezik a háborút. Császár, a híres festmény a franciaországi hagyjáratról, a marsaljai beszélik rá, hogy nekik is elők van a háborúból. A Napolon párti történeti a marsalokat nagyon okolta, milyen hálátlanok voltak, mindent Napolonnak köszönhetek. Elmondja egy francia történész, hát Napóleon nem a marsaljainak köszönhetett mindent, a sok győzelmet és a sok sikert. Úgyhogy elbúcsúzik a gárdájától a fontainebleau udvaron, és Elba szigetére megy és az első restauráció az teljesen békés, nincs hadisarc Franciaország ellen. 92-es határainál egy kicsit nagyobb területet kap vissza, nincsen megszállás. Még a francia a műkincseket sem állítják vissza. Nincs, nem vesztél az állását szinte semmilyen hivatalnok. 18. Lajost a királypártiak szidják és gyalázzák, mert elfogadja forradalmi és császárság valamennyi vívmányát. Ez egy békés hatalomátvétel. És akkor Napolomból kibújik a kalandor, 15 március 1-én partra száll a Huán öbölben, Nizza közelében, és megindul éjszaka. Fusé azt mondta, hogy az államcsin sikere az első hadsereg magatartásán fog múlni, hogy mellé áll-e vagy sem. A hadseregek mellé állnak. Egy polgármester úgy fogadta, hogy már kezdtük békésen élni, és maga most megint mindent tön tönkretesz. Ezen nagyon meglepődött. Ez nem a, ez, itt nem Franciaország, hogy mondjam, nem állt helyre a régi rend. A forradalom összes vigványa megmaradt, senkinek nem veszélyeztették semmilyen pozícióját, tulajdonát, helyzetét, de ő visszatért, és ezzel megint föltámasztotta a háborút. Ez egy híres festmény, hogy a katonák ünnepelték. Tehát ez egy katonai államcsíny. Csak a katonák lelkesek, az emberek nem. Itt a bizonyíték, ezt le is írtam, mert ez ritkán hangsúlyozzák. A helyreállított császárság új alkotmánya rendezett népszavazáson a szavazásra jogosultak egy negyedese vett részt. Az emberek távol maradnak. A megrendezett májusi választásokon, képviselő választásokon részvételre jogosultak 70%-a távol marad. A társadalom nem támogatja a rendszert. Amikor pedig a helyhatósági választásokon új polgármestereket lehet választani, 80%-ba a korábbi restauráció idején választott polgármesterekre szavaznak. A franciák azt kívánják, hogy hagyják már őket békén. Mikor Napolont egyszer istenítették, hogy felség a halála után a franciák örökre vissza fogják sírni, akkor maga Napolomból megszólalt a bölcsem azt mondja, nem, azt fogják mondani a halál után, hogy uff, na végre. Ez az uff, ez azt jelenti. A császárság marsaljai közül sorra vettem őket, a húsz elérhető marsal közül hatált mellé. Marsalaknak is elegük volt az egészben. A helyzet az volt, hogy minden nagy, nagy hatalom fegyvert fog, egyetlen lehetőség külön-külön le, legyőzni őket. Hetedik koalíció vagy száznapos uralom háborúja, tudjuk, hogy Vatárónál él véget. A helyzet ismertetésével ezt a képet is bemutatom, hogy keletről jönnek az oroszok és az osztrákok, a angolok, és a hollandok, és a poroszok és az angolok Wellington Blüfel hadserege hollandokkal együtt Belgiumban van, napolon őket kívánja legyőzni, a szövetségesek hadserege 1 millió körül van, a franciáké 360 ezer. Vatellónál győzött volna, akkor sem volt semmi esélye, megérkeztek volna oroszok és osztrákok. Mi történik? Pont az, amit Fusé mondott, ez az ember teljesen őült, ugyanolyan zsarnokként élt vissza, mint korábban, megnyel két csatát és elveszít egy harmadikat. Kátre Bránál a császár visszanyomja wellington aki egy kicsit hátrál Waterlooig, Lininél Blühelt visszaveri, de Blühel nem keletre távozik, hanem éjszakra, megtartja a kapcsolatát a Waterloo-ig hátráló Wellingtonnal, és a Napolon megosztja a hadsereget, Grushi Marsad Blühel után küldi, ezért egy jelentős seregrészt nem vesz részt Vatellói csatában, ő Wellingtonnal kerül szembe, és amikor Blühel visszatér, Gusi még mindig egy kisebb orosz hadsereg által van feltartóztatva, bocsánat a magyar a fogalmazásért, és a Vatellói csata kimenetelét ismerjük, totális vereség, most aztán a vereség után, most már van megszállás, Franciaországot megszállják, hatalmas hadisarcot rónak ki a második párizsi békeszerződés nagyon kemény, a társadalmat megosztja, megszálló régiókat jelölnek ki. Ezeket a területeket 14-ben Franciaország visszakapta 92-höz képest, most ezeket elveszíti, ezeket a területeket. A francia a műkincseket vissza kell adni, a belpolitikában újra kiéleződik a királypárt és a baloldal ellentéte, ez napóra öröksége, a megoszlás gyűlölet. Ő pedig az, azzal áltatta magát, hogy, 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 kell még egy, még egy nagy csata Párizs előtt. fusé kormányzat a gondosat róla, hogy el ne kerüljön sor, visszahívták, visszahívták, a királyt. Azonnal Napóleon angol hajóval menekült, az angolok pedig, mint tudjuk, Szent a szigetére viszik, ami itt van uh, Rio de Janeiro és Afrika között valahol félúton, néhány kilométer. Itt van egy lakott terület, Jamestown, a város, és néhány hetet itt töltött a Briári pavilonba, majd a Longwoodi udvarházat kapja a lakóhelyül, ami így néz ki. Longwoodba pedig 1815 21-ben bekövetkezett haláláig, így ábrázolták az öreg császát. Elképesztő energiával négy követőjének is megírja, lediktálja az emlékiratait, és meggyőzi őket arról, hogy ő sohasem volt zsarnok és elnyomó, ő mindig népek szabadságáért harcolt, és az uralma az nem idegen megszálláshoz, vereséghez, milliók halálához vezetett, hanem soha nem látott dicsőséghez. Hányan haltak meg a háborúiba? tehát az összes, összes halottal együtt, francia és európai halottak együtt, másfél és két és fél millió között lehet az áldozatok száma. Ez sok, de a 30 éves háborúnak 10 millió volt a halálos a száma, és akkor nem beszélünk a 20. század jól. Az összehasonlítás hitler pedig azért szoktam felhozni, mert itt azért, itt azért, hatalmas különbség van, igaz? Az egyik egy műveletlen megszállott, a másik egy felvilágosodás tanain felnőtt rendkívüli tevékeny szellem. Az egyik egy meglehetősen lusta figura, a másik egy állandóan dolgozó tevékeny, aki polgári törvénykönyvet hagy Franciaországgal, akinek az intézményeit követik, akinek a belpolitikai műve fennmarad, akinek lehet vitatni a különböző tetteit, de tudott megbocsátani, tudott kegyelmet adni, és távolról sem elpusztítására törekedett bizonyos kisebbségi csoportoknak. Hitler a zsidóságot el akarta pusztítani, Napolon összehívta a nagy Sanhedrin nevű zsidógyűlést új törvények hozatalára. A különbség égésföld. föld. Egyik egy tehetséges ember, akinek lehet bírálni, a másik egy szörnyeteg. Jó, ez a halálos ágyán készült festmény, általában ut utolsó szava Józsefén volt, ha ez igaz, akkor tényleg szerette a volt feleségét. Ez a sírja, mivel Szent Jona angol kormányziba nem hagyta a császár föliratát a síron, ezért név névtelen maradt a sír. 1830-ban a franciák díszes felvonulással, solhajó kísérletével elszállították a holttestét, invalidusok domjába helyezték el, ők nyugalomra, ilyen a sírja, aki Franciaországban járt, azt talán látta is, soha nem ilyen üres turisták hada kerünk körülötte, és fényképeznek, 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 de a korbeli franciáknak azt is megfestették, hogy Napóleon feltámad, mint tudjuk valóban feltámad, unoka öcsének elegendő volt a Napóleon név és a Bonaparte rokonság, hogy 1848-ban köztársági elnök, majd a újabb császár legyen. Hát köszönöm szépen a figyelmüket. Hú.